Még mindig kevesen ismerik az újraélesztés lépéseit, évente ezreket lehetne megmenteni. A remény virágai márciszültetéssel ültetéssel hívták fel a kicsik figyelmét a segítségnyújtás fontosságára. A hegyvidékre figyelt a sportvilág, újabb rekordok dőltek meg a hétvégén megrendezett 14. Fit parádén. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Ketten is megsérültek abban a balesetben, ami a hétvégén történt a budai alsórakparton. A Szabadsághíd alatt két személyautó ütközött össze. A járművek vezetői az összeroncsolódott autóba szorultak. A fővárosi tűzoltók az egyik autó oldalát vágták le, hogy a sérült idős férfit ki tudják emelni, még a másik járműnek az ajtaját kellett felfeszíteni. A sérülteket kórházba vitték, a baleset okait vizsgálják. Évente több ezer ember életét lehetne megmenteni Magyarországon, ha mindenki, vagy legalábbis a mostaninál lényegesen többen ismernék az újraélesztés szabályait. 100 emberből jó, ha 10 tudják, mi a teendő a valódi vészhelyzetben. Részben ez is az oka, hogy naponta 70-en halnak meg hirtelen szívhalál miatt. A Budapesti Közlekedési Központ és a Mentőszolgálat most közös programot indított, amiben a szakszerű segítségnyújtás technikáját mutatják be az utasoknak. Tehát most hirtelen összeesik egy utas, ezt fogjuk látni. Az utastársak azonnal reagálnak. Egy bajba jutott embernek segítenek az utasok a 4-es-6-os villamoson. A fiatal férfi hirtelen lett rosszul, valószínűleg infarktust kapott. Kérem, állítsa le a villamost, egy utas rosszul lett. Kérem, hívja a mentőket. Ez most egy gyakorlat volt, de hasonló esetek szinte minden nap előfordulnak. Ilyenkor valóban perceken múlik az ember élet, minden elvesztegetett perccel ugyanis 10-15%-kal csökken a túlélés esélye. 10 másodpercig vizsgálta, hogy van-e légzés, és ha nincs légzés, akkor pedig elkezdte a mellkas kompressziókat. A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy a mentő kiérkezéséig megkezdődjön a mellkas kompresszió, így ugyanis biztosítva van az agy és a szív oxigén ellátása. Magyarországon így évente több ezer ember életét lehetne megmenteni. Csak hogy mindössze a lakosság 10%-a ismeri az újraélesztés lépéseit. Éppen ezért a BKK és a mentőszolgálat most közös programot indított, amiben a szakszerű segítségnyújtás technikáját mutatják be az utasoknak. Évente több ezer ember hal meg közterületen, mondjuk tömegközlekedési eszközön, vagy gyalogjárdán, vagy munkahelyen, vagy áruházban, hirtelen szívmegállás következtében. A nagy részük becslések szerint 60-70%-uk megmenthető lenne, két feltétel szükséges hozzá. Az egyik, hogy valaki azonnal kezdje el az újraélesztés alapmozdulatait, tehát a mellkasnyomásokat, a másik pedig, hogy lehetőleg minél hamarabb, néhány percen belül érkezzen meg a defibrillátor készülék a helyszínre. Éppen ezért a BKK forgalmi zavar elhárító autóit is defibrillátorral szerelték fel, így a BKK munkatársai akár még a mentők kiérkezése előtt megkezdhetik az újraélesztést. A készülékek hangos utasítást adnak, így bárki használhatja őket. Bontsa ki az egyik párnát a műanyagborításból. A BKK emellett plakátokkal is segíti az újraélesztés technikájának megismertetését. Tájékoztatókat első körben a kombinókon helyezzük ki, 100 darab ilyen felhívó anyag van kint, táblázat, illetve a kombinó megálló helyében is óriás plakátok, vagy közepes méretű plakátokon hívjuk fel a figyelmet, hogy mi a teendő ilyen esetben, és a felszíni közlekedési eszközökön további 900 eszköznek a felszerelését tervezzük a közeljövőben. A mentőszolgálat és a BKK munkatársai az elmúlt 4 évben több mint 3000 utason segítettek, akik a buszon vagy villamoson lettek rosszul. Minden eddigi rekordot megdöntött a Fit Parádé. Több ezer néző és versenyző vett részt a Momsportban megrendezett kétnapos multisportfesztiválon. A kisgyerekektől a felnőttekig mindenki talált magának kedvére való sportolási lehetőséget vagy szórakoztató sportprogramot. Az idén teljesen megújult hegyvidéki Fit Parádé szervezői még arra is odafigyeltek, hogy minden évben azonos időpontban tartsák a viadalokat a testépítők és a különböző erősportok versenyzőinek, mert sokan vannak, akik akár fél évet is készülnek erre, és a csúcsforma időzítése ezekben a sportágakban különösen fontos. A Fit Parádé első napja a nyers erőről szólt, hiszen a Street Workout bajnokság mellett a Strongman, illetve erőemelő országos bajnokságra került sor. Egyik nagy esemény az a Skander világkupa,
ami azért is nagyon fontos, mert a 13 éves Skander Szövetséggel eltöltött együttműködésünknek is köszönhető az, hogy tegnapi napon aláírtuk a jövő évi világbajnokságra, hát mi, mint helyszín leszünk, és Magyarország pedig megnyerte a szervezésnek a jogát. Tehát ilyenkor ugye visszaigazolódik, hogy elindultunk tömegsport, szabadidősport, és akkor azért mégiscsak el tudunk érni világeseményekig. Ugyanez igaz lesz a crossfitre is, hiszen a Momsport már ezen a versenyen is nyitott az amatőrök felé, és ez még inkább így alakul a jövőben. A testépítő urak nemzetközi viadalán, vagyis a Louis Conz Classic International versenyen is itt volt a sporták színe java. Az irániak, a franciák, az olaszok, az osztrákok és a szerbek is jöttek, az ukránok pedig igazolva a verseny nívóját egész csapattal érkeztek. A Fit Parádé második napjára ugyancsak igaz volt a nagy nemzetközi érdeklődés, ám ezen a napon inkább a női programok kerültek előtérbe. Rubin Tréka itt is, most is megtöltötte a terem jelentős részét. A titok valószínű abban az energiában van, amit nekem a mozgás jelent. Ez az életem, ez a mindenem. Amikor felmegyek a színpadra és megszólal a zene, megőrülök. És szerintem ez az őrületes energia, ami ilyenkor kitör, ez kapcsolja össze az embereket. A Fit Model World Woman, illetve a Pool Fitness Beauty Woman's versenyekre is sok külföldi sportmodell és fitmodell érkezett a teljes magyar élgárda mellé. A szervezők idén az idősebb sportolók és az édesanyák számára is kialakítottak külön kategóriákat a nézők nagy örömére. Állandó közönségünk van, miközben a versenyzők folyamatosan változnak. A mi eseményeinken akár a teljesen kezdők is nyerni tudnak, ugye például erre a Nagy Bettina, aki 17 évesen a Fit Model versenyen itt indult először, majd azóta háromszoros világbajnok lett, és ő például a tinédzsereknek a példaképe. A verseny fő szervezője által említett kétszeres Európa és háromszoros világbajnok Bettina karrierje a hegyvidéki győzelemmel indult. Az volt a nyeremény, hogy kijuthatok Amerikába, kijutottam ezáltal az Arnold Classicra is, amiért nagyon-nagyon örültem, és nagyon motivált lettem, és folytattam így a versenyzést. Bettina édesanyja is jó eredménnyel zárt, alig néhány hónapos intenzív felkészüléssel harmadik lett a kategóriájában. Mikor még általános iskolás voltam, akkor sportoltam utoljára, szerintem 6 évig röplabdáztam, és ennyi. És most 4 hónappal ezelőtt kerestem meg a Bettit, és ő segített nekem, hogy ide eljussam. A rendkívül látványos verseny abszolút győzelmét egy világbajnoki ezüst és bronzérem boldog tulajdonosa szerezte meg. Hát erre egyáltalán nem számítottam. Nagyon szerettem volna persze az első helyen végezni, de egy abszolútot is megnyertem. Még nem fogtam fel igazából. Zsófia a saját kategóriáját már tavaly is megnyerte. Az idei verseny hozta meg számára a teljes sikert. És úgy tervezi, hogy jövőre is itt lesz a Momsportban, a 2017-es Fit Parádén. Több száz narciszt ültettek el a hegyvidéki óvodások a Királyhágó téren. Az akcióval arra hívták fel a figyelmet, hogy mekkora erőt ad a gyógyíthatatlan betegeknek, ha tudják, nincsenek egyedül. A narcisz ugyanis a remény virága. A hegyvidéki önkormányzat 2012-ben csatlakozott a Magyar Hospice Alapítvány kampányához, amelynek keretében a résztvevő települések vállalják, hogy egy közterületi virágágyás nárciszokkal ültetnek tele. A sárga nárcisz ugyanis a remény szimbóluma, és egyúttal a Magyar Hospice Alapítvány jelképe is. Idén a hegyvidéki Királyhágó téren ismét több száz apró nárciszhagymát ültettek el a kerületi óvodások. A lényege és az üzenete pedig az, hogy felhívjuk elsősorban a szolidaritásra a figyelmet, hogy a gyermekkorban a gyerekek ösztönösen együttérzőek, és aztán ezt úgy felnőtt korban elfelejtjük, és ezekkel a programokkal ezt az együttérzést erősítjük a gyerekekben, és hát iskolás korban már arról is beszélünk, hogy tulajdonképpen a Hospice Alapítvány ugye végstádiumú daganatos betegekkel foglalkozik, óvodás korban még az elmúlást azért annyira nem hangsúlyozzuk, inkább csak az együttérzést. Fonti Krisztina alpolgármester szerint fontos, hogy a gyerekekkel megértessék, az emberi élethez hozzátartozik az elmúlás is. Ha egy komoly betegség vagy halál történik a családban, akkor mindig tanácstalanok vagyunk, hogy mit is jó tenni, hogyan mondjuk ezt el a gyerekeknek, egyáltalán elmondjuk-e. Meggyőződésem, hogy el kell mondani a gyerekeknek, és valahogyan ki kell alakítani azt a
azt a gondolatot, hogy ez a halál, a betegség is része az életnek, és meg kell tanulni azt, hogy igenis ez létező dolog, és az élet végén a halál bekövetkezik. Gallina Ilona, a Hegyvidéki Kimbi óvoda vezetője azt mondja, a gyerekekkel a hétköznapok során is beszélgetni szoktak arról, mennyire fontos az idősek számára nyújtott segítség, főként akkor, ha valamilyen betegségben szenvednek. Sokat beszélgettünk mi is a gyerekekről, ugye elsősorban a család fontosságán keresztül nyilván szóba került a gyerekeknél, és hogy idős nagyszülők ápolásra szorulnak. Én úgy érzem, hogy a gyerekek nagyon-nagyon fogékonyak ezekre a dolgokra, és eljut igen hozzájuk az, hogy támogatni, segíteni kell nem csak az időseket, hanem azokat is, akik esetleg betegek, vagy rászorulók, és hát nagyon-nagyon sok példát hoznak a családból is ezekre a rászoruló, segítségre szoruló emberekről. Az eseményen a gyerekek sárga lufikat is felengedtek a levegőbe, amelyekre előzetesen saját kezűleg írt levelet csatoltak. 3, 2, 1, hoppá! Az elültetett nárciszhagymákból kinyíló virágokat tavasszal csodálhatják meg a kerületben élők, a Királyhágó tér és a Németvölgyi út kereszteződésénél. Újabb állomásokkal bővül a budapesti bérbicikli rendszer, Budán újabb 13 ponton lesz majd lehetőség a kerékpárbérlésre. A MOM Kulturális Központ környékén 2, a Szél Kálmán tér környékén pedig 3 új bubi állomást építenek. Ezzel a fejlesztéssel már összesen 112 állomásból és 1270 almazöld kerékpárból áll a bubi rendszer. Egyre többen használják a bubit, vagyis a budapesti bérbicikli rendszert. Mindössze 2 év alatt már több mint 1,5 millió bérlést regisztráltak. Az almazöld kerékpárok növekvő népszerűsége miatt döntött úgy a főváros, hogy további gyűjtőállomásokkal fejleszti a rendszert. Budán újabb 13 ponton lesz majd lehetőség a kerékpárbérlésre. Ennek a hálózatnak úgy kell kiépíteni az egyes elemeit, hogy semmelyik pontja nem lehet a másik tároló állomástól a legtávolabb lévő állomástól 5-600 méternél messzebb, mert akkor tudjuk azt a fajta szisztematikus építkezést megvalósítani. A másik része az, ahogy a budai oldalra megyünk, hogy a budai területen vannak értelemszerűen annyira a hegyvidéki részek, ahol valljuk be, nem a kerékpározás a legközkedveltebb közlekedési mód, mert azokon a meredek budai utcákon nem olyan egyszerű lenne ezekkel föltekerni. Gondolkodunk abban is, nézzük annak a lehetőségét, hogy esetleg elektromos kerékpár vagy elektromos rásegítésű kerékpár hogyan csatlakoztató ebbe a rendszerbe. Ennek most a megvalósíthatósági koncepcióján dolgozunk, de addig is a hagyományos, eddig megszokott rendszert fogjuk továbbvinni. A MOM Kulturális Központ környékén 2, a Szél Kálmán tér környékén pedig 3 új bubi állomást építenek. Ezzel a fejlesztéssel már összesen 112 állomásból és 1270 almazöld kerékpárból áll a bubi rendszer. Az elképzelések szerint egyébként a biciklik bérlését is egyszerűsítik. Jelentős turisztikai hasznosulása is van, nagyon sok turista szereti és kedveli. Egyrészt igyekszünk a közeljövőben előrukkolni egy egyszerűsítő eljárásra, hogy hogyan lehet ezt a regisztrációs folyamatot lecsökkenteni, vagy valamilyen módon kikapcsolni, mert ez nehézkessé teszi az igénybevételt. A másik pedig, hogy már vannak nagyon innovatív technológiával, fönt a YouTube-on is elérhetők, 360 fokos videó bemutató turisztikai rövid kis útmutatók, MOL-buvival bejárva a várost, nem csak a közlekedésbiztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet ez a kis film, hanem Budapestnek nagyon érdekes és nagyon, nagyon izgalmas nevezetességeit és kis történeteit mutatja be. A tervek szerint a bubi rendszer bővítését jövőre is folytatják majd. 3 alkalommal próbálják felkeresni a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai azokat a mikrocenzusban kijelölt háztartásokat, amelyek nem küldték el az interneten kitöltött kérdőívet. A mikrocenzus október 31-ig tart, ezután következik a november 8-ig tartó pótösszeírási szakasz. Ekkor azonban már csak azokhoz mennek ki a KSH munkatársai, akikkel korábban már felvették a kapcsolatot, közölte a hivatal. A számlálóbiztosok délelőtt, délután és egy hétvégi napon is felkeresik a mintába bekerült lakásokat. Ha senkit sem találnak otthon, mindhárom alkalommal értesítést hagynak, és megadják a saját elérhetőségüket is. Fontos, hogy aki a mintába bekerült és a válaszadást elmulasztja, szabálysértést követel. Rekordszámú, mintegy 1700 fát ültet ki a budapesti közterületekre ősszel a Főkert.
A faültetés Budapest 20 kerületének 62 utcáját érinti. A programba a második kerület is bekerült, a Hűvösvölgyi útra 75 magaskőr is fát helyeznek ki. Adásunkat holnapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!